December 11, 6 óra 45 perc. Kígyózó sorok állnak mögöttem a Pest-Erzsébeti szakrendelő előtt. Nem, semmi különleges nem történt. Még az sem, hogy a betegek vizsgálatra várnak a téli hidegben, ázva-fázva. Ennél sokkal rosszabb a helyzet. A szakrendelőben mindösszesen egyetlen egy reumatológus orvos dolgozik. Időpontot is csak egyetlen egy nap tudnak foglalni a betegek minden hónapban, és az is 10 perc alatt elfogy. Van, aki reggel 6 óra óta itt áll, és nem fog sorra kerülni. Ezt tette az Orbán kormány 13 év kormányzása alatt, hogy egy időpont foglalásért is sorba kell állni. A demokratikus koalíció szerint az Orbán kormány felelőssége, hogy betegek ellátatlanul vannak, sokszor fájdalmak közt. Pest-Erzsébet ennél sokkal többet érdemel. Mi európai, modern ellátást. Orbánék tönkretették az egészségügyet. Miattuk hosszú a várólista, miattuk hagyják el a szakmát az orvosok. Magyarországnak szociáldemokrata vezetése van szüksége, hogy végre mindenki akkor jusson ellátáshoz, amikor szüksége van. Ez a szociáldemokrata fordulat lesz az önkormányzati választások után. Mindent meg fogunk tenni, hogy a pest-erzsébetiek időpontért ne fagyoskodjanak az utcán, ne kelljen sorban állniuk. Fagyoskodnak az emberek, azért állnak sorba, hogy időpontot kapjanak egy majdani szakvizsgálatra. De ez nem jelent semmilyen garanciát, ugyanis annyira törékeny a rendszer, hogy egyetlen orvos vagy egyetlen nővér betegsége, szabadsága felboríthatja a hónapokra előre betáblázott rendet. Egy 60 ezer lakosú körzetnek lehetetlenség, hogy egy reumatológiai szakrendelése, egy reumatológus szakorvosa legyen. Az Orbán kormány az elmúlt 13 évben tönkretette az egészségügyet, emiatt vannak várólisták, emiatt vannak emberek, akik hónapokat várnak egy-egy rutin műtétre, egy-egy rutin beavatkozásra vagy vizsgálatra, és ez nagyon sok embernél rengeteg szenvedéssel jár. Az önkormányzatok tehetetlenek, ugyanis ezelőtt 10 évvel az eszeveszett kórházi és rendelőintézeti államosítással minden eszközt kivettek a kezükből, most egy központi hatalom áttételesen az Orbán kormány felelős azért, hogy az emberek nem jutnak ellátáshoz. Világosan látszik, hogy Orbánék a magánegészségügy fele próbálják terelni a betegeket, ezek miatt a megalázó, embertelen helyzetek miatt, azokat az embereket, akiknek az Orbáni infláció miatt lassan a napi bevásárlás is anyagi gondokat jelent. Dobrev Klára árnyék kormánya egy szociáldemokrata fordulatot ígér kormányváltás után. Mi nem a milliárdos elit érdekeit akarjuk érvényesíteni, nekünk nem a magán egészségügyi ellátás, a magán szolgáltatóknak a támogatása a célunk. Mi egy erős állami egészségügyet szeretnénk, az önkormányzatok bevonásával, a betegszervezetek, a betegek bevonásával olyan kapacitásokat szeretnénk kiépíteni a lakóhelyhez közel, ahol minden ember a szükségleteinek megfelelően időben juthat korszerű ellátáshoz. Mi európai, modern egészségügyet akarunk, európai bérekkel, tisztességes nyugdíjakkal, emberi lakhatási feltételekkel. Ezért kell a demokratikus koalícióra figyelni, és a demokratikus koalícióra szavazni az önkormányzati választásokon, és később a kormányváltásnál.